Amikor új kutyus kerül a családba, akkor sokszor problémát jelent a szobatisztaságra szoktatás, hiszen nem tudja még a kiskutya, hogy hol végezheti el a dolgát és hol nem, ezt nekem kell neki megmutatnom. A szobatisztaságra szoktatásnak több módszere is van. Én mindenképpen azt javaslom, hogy tartsunk egy napi rendet, és azon figyeljük meg, hogy mik azok a momentumok, amikor várhatóan a kiskutyám üríteni fog, és ezekben a momentumokban, még mielőtt ő nekiállna pisilni, fogjuk is meg, és vigyük ki a kertbe, az utcára, vagy tegyük rá a pelenkára, ahol szeretnénk, hogy a dolgát elvégezze. Jellemzően ébredés után várható egy pisilés, illetve evés után is. Lehet a pelenkára is szoktatni a kutyust, különösen, hogyha lakásban lakom a sokadik emeleten és lassan érek le. Utána ezt a pelenkát nem tartom egy jó ötletnek a kutya egész élethossza során alkalmazni, ha csak ennek nincs valami egészségügyi oka, de ezt folyamatosan közelítve az ajtó felé, ha már a kiskutyám megszokta, hogy arra kell a dolgát elvégezni, akkor szépen el tudok jutni az utcáig és a kertig. Ha a kiskutyám nem oda pisil, mint ahova szeretném, és ezen rajta kapom, értem itt a rajta kapás alatt, hogy éppen végzi ezt a cselekvést, tehát éppen pisil, akkor gyorsan meg kell fogni, ha benyúlok a feneke alá, akkor reflexzerűen abba is hagyja a pisilést, és oda kell vinni, ahol szeretném, hogy a dolgát elvégezze. Majd itt megdicsérem azért, hogy a dolgát elvégzi. Nagyon fontos az, hogy ha már csak magát, a tócsát találtam meg, és nem láttam effektíve, amikor a kutyusom odapisilt, akkor már hiába szidom meg. Hiába vágő, bűnbánó fejet, nem fogja tudni, hogy miért kapja a leszidást. Csak akkor működik, hogyha látom, hogy éppen pisil.